Elképesztő hőség vette hatalmába az ország több területét. Azoknak, akik nyaralnak, ez bizonyára nem rossz hír. Egyébként a lebarnult bőr még ma is divatnak számít, egészséget, fittséget, fiatalságot sugal. Pedig viselője valójában épp ezek ellen dolgozik, a sok napozással vallják egyes szakemberek. Itt az ideje, hogy megtudjuk az igazságot. Vendégeim Vasilon a bőrgyógyász és Molnár Elvira kozmetikus. Jó reggelt kívánok! Kezdjük csak, jó reggelt kívánok! Mik az alapvető szabályok, amiket be kell tartani egy ilyen magas, ilyen erős UVB-sugárzásnál és egy ilyen nagy hőmérsékletnél? Bőrgyógyászként egyáltalán nem ajánljuk a napozást, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy napozási céllal ne menjünk ki a szabadba. Természetesen soha? Lehetőség szerint soha. A nap nem csak öregíti a bőrünket, és valóban a szépség ellen dolgozik, hanem ráncosítja, ugye ez az öregedésnek egy jele, és ezen kívül bőrrákot provokál. Egészen biztos, hogy van abban nyilván nagyon sok minden tudományos tényen megállapozott dolog, amit ön mond, hiszen én például Uri Geller feleségével, amikor beszélgettem, egy elképesztő szép bőrű, szinte ránctalan hölgy, aki azt mondja, hogy életében nem volt napon. Ha kiment napra, akkor is valamilyen alapozót magára tett, fényvédő faktoros alapozót, és amiatt hibátlan volt a bőre, és azt mondja, hogy ő szerint ez ennek köszönhető. Ez egészen biztosan így van. Nagyon sok idős hölgyet látunk, akin 80 év körül vannak, és szinte nincs ránc. De ha megkérdezzük őket, akkor ők elmondják, hogy ők valóban nem is napoztak, ez az ő fiatalkorukban nem volt divat, vagy hogyha esetleg földeken dolgoztak, akkor nagy karimájú kalapot viseltek, és hosszújú inget viseltek, hosszú szoknyát hordtak. Hát akkor most kérdezzük meg Elvirát arról, hogyha esetleg mégis valaki kimegy napozni, akkor kozmetikusként ön mit tudna javasolni, tanácsolni, mert azért valljuk be őszintén, azért lehet, hogy nem egészséges, de ettől függetlenül mindenki, vagy hogy nem, szinte mindenki szokott napozni. Mindenképpen a megfelelő fényvédő faktorú napteljet szeretném ajánlani. Azon kívül külön oda kell figyelni, hogy az arcra és a testre más-más kozmetikumot. Az arcra? Igen. Most, hogy ilyen magas az UV... a bőrtípusnak megfelelőt. Most, hogy ilyen magas ugye az UVB sugárzás, a Lajos is minden reggel azt szoktam mondani, hogy 6-7 percnél többet nem is szabad délidőben ugye napon tartózkodni. Mit csináljunk akkor például, hogyha tényleg mondjuk véletlenül nem figyelünk oda saját magunkra, és leégünk, tehát megég a bőrünk. Hogyan kezeljük? Ez előfordul, hogy leég valaki. Természetesen előfordul, hogy nem napozik, csak az utcán jár, mert a buszra kell várakozni, nem gondolt rá, nem kente be magát, nem visel hosszújú inget vagy pólót. Ilyenkor vannak olyan készítmények, amik kifejezetten a leégés után ajánlottak. Ezek DNS-védő hatóanyagot is tartalmaznak. Ugye a bőr sejtjeinek örökítő anyaga a DNS, az, ami károsodik a napfénytől, és emiatt alakulnak ki a bőrhibák, illetve később a bőrrák. Én ezt például egyszer láttam, vagy hallottam, hogy állítólag a tejföld kell az embernek a bőrére kenni, hogyha megjegy. Ennek jó nyugtató hatása van. Igen, nyugtató hatása van, ez valóban így van, és hidratálja is a bőrt, kiszárad ilyenkor természetesen, finom, amikor leég a bőr. Gyerkőcöknek is jó. Egyébként nagyon furcsa az, amikor egy ilyen erős napsugárzásban, egy ilyen erős fénynél olyan hölgyeket lehet látni, akiknek komoly mennyiségű smink van az arcán, és mondjuk nagyon erős alapozóval mennek ki a napra. Ilyenkor ennek van valami védőhatása, vagy ezt teljesen hagyjuk el, tehát egyrészt esztétikai, másrészt pedig bőrgyógyászati szempontok miatt? Esztétikailag aki napra megy, az inkább kerülje, hogyha a napozás céljából megy. Hogyha az utcán, mondjuk a városban szaladgál, akkor persze szükséges néha egyes embereknél, hogy felrakjanak, de mindenképpen egy fényvédővel ellátott alapozót ajánlanék. Ajánlat ilyenkor az alapozó az, amik ilyen krémes állagú, amelyik azért meglátszik, tehát ebben az erős napsütésben. Meglátszani persze meglátszik. Igen, az. A porpúdereket inkább hanyagolják. Mindenképp színezett nappali krémek, amik... Arra kérem önöket, hogy mondjanak nekünk egy-egy szavazatot. Ugye a mai kérdésünk, hogy ön szokott-e napozni. Van három válaszunk, az egyik, hogy igen, a másik, hogy félek. Nem, mert félek, a harmadik pedig, hogy inkább a szoláriumot választják. Egyelőre 50-50%-ban van az igen és a féleknek az aránya. Önök hova tennék a voksukat? Én nem, mert félek. Uh-huh. Szintén én sem mernék. Én ezt azért nem értem, hogy komolyan mondom, ettől vagyok mindig kiborulva, hogy mindig jönnek különböző hullámok ilyen kutatási vizsgálatok során,
amikor még fiatalabb voltam, jó, most se vagyok öreg, de akkor is azt mondták, hogy jó napon, igen, hogy jó napon lenni, mert ugye a napban lévő vitaminok, ugye ez a bőrhez, vagy a bőrnek ugye szükségesek, most önök mind a ketten azt mondják, hogy nem is kell napra menni. Hát akkor honnan lesz nekem mégis vitaminokkal teli a bőröm, hogy szép legyek? A D-vitaminről van szó ilyenkor, a D-vitamin képzéshez valóban szükség van a napra. De ellentétben a hiedelmekkel, ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamin képződjön egy felnőtt ember szervezetében, ahhoz elég 3x10 perc hetente, ami a karunkat, az arcunkat éri. Tehát és abból már eléri a szervezetem a szükséges mennyiséget? Igen. Tehát hozzájut. Nagyon érdekes egyébként ez a rendkívül erős tényleg az UVB-sugárzás, ezt én a saját gyerekeimen tapasztalom meg, ugye tegnap kint voltunk azért a szabadban, olyan délután 3 óra után, és 40-es faktorú krémmel kentem be őket, és így is estére ki volt pirosodva a bőrük. Egyáltalán nem égtek le, meg nem látszik, de még így is. A gyerekeknél hogyan kell fokozottabban vigyázni? Nagyon fontos, hogy már fél órával előbb fel kell kenni ezeket a készítményeket, mint ahogy kimegyünk. Ugyanis az első fél órában a kémiai fényvédő készítmények nem hatnak még olyan erős mértékben, és ebben az időszakban akár meg is lehet égni egy ilyen erős UVB-sugárzásnál. Tehát ez a fél óra, ez nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy 2 óránként ismételjük meg a felkenést, és megfelelő akkor vastagságban. Akkor is, hogyha nem mentek vízbe közben? Akkor is, igen. Akkor mondjanak azért egy gondolatot, hogy most milyen helyzet a szoláriummal. Ugye ez valamikor nagyon nagy divat volt, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Most is nagyon sokan. Hogy most érdemes-e szoláriumozni, ezzel kiválthatjuk-e esetleg a napozást, a nap nyújtotta esetleg káros hatásokat? Szoláriumozni szerintem csak tényleg megadott mennyiségben, fokozatosan szabad, úgy egészséges lehet, de inkább a téli hónapokban, amikor nincs annyi napsütés. Nem, mert úgy látom, hogy ezzel nem ért egyet. Én nem ezt javaslom. Én a szoláriumot is teljes mértékben kerülni javaslom. Annál is inkább, mert a szolárium mindig kéznél van. Tehát napozni inkább nyáron szoktunk, talán nem annyit, mint hogyha szoláriumba megyünk. A szoláriumhoz pedig mindig hozzá tudunk jutni, és vannak olyanok, akik nagyon egészségtelen mértékben, akár hetente többször is elmennek szoláriumba, ezzel pedig, mint rendszeres szolárium használók, körülbelül 10-szeresére növelik a bőrrák kockázatát. Nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, hogy a vendégeink voltak, te pedig remélem egy csomó hasznos tanáccsal gazdagodtál, és úgy vágsz neki a nyaralásnak a kis családoddal együtt. Megyek napozni. Nem sokára folytatjuk a munkát. Köszönjük szépen. Köszönjük.